Jó estét kívánok, ez a művészbejáró. Harmadik hetet tart a népművészeti tábor a Tégla Alkotóházban. Pont a mai napon látogattunk el az intézménybe, ahol a hímzők világába pillantottunk bele. Ezen a héten több mesterség közül a hímzők ajtaja mögé pillanthattunk be, ahol a feldolgozandó téma a moldvai csángó hímzésvilág volt. Az itt látható hímzett anyag Harangozó Imre néprajzkutató gyűjteménye. A táborozók ezek alapján kiválogatták a számukra legszebb mellyest, hímzett ágyneműket, és az azokon látható minták alapján megtervezték a saját munkájukat. Tulajdonképpen hitelesen 25 éve foglalkozom a hímzéssel. Ez alatt azt értem, hogy hímezni, kézimunkázni mindig szerettem gyerekkorom óta, de a hitelesség azt tükrözi, hogy tiszta forrásból, szakembertől tanulom a hímzést. Dr. Illés Károlyné volt a tanítómesterem, őtőle tanultam nagyon-nagyon sok mindent, és aztán én magam is műveltem magam ez irányba. Bogárné Szőke Erika Békés vármegyében több kézműves szakkört vezet. Mint mondta, ez az egyik legkedvesebb tevékenység az életében. Ez a melles, vagy kettárnak hívják Moldvába. Tarsoly Andorné hímzőnépi iparművész vezette a tábori oktatást, aki saját élményeiről és szakmai kutatásairól is beszámolt. Ide előadóként hívtak meg, hiszen 4 éven keresztül gyűjtőúton vettem részt Moldvába, illetve a csángóknál, Gyimesben is, és az elmúlt évek alatt nagyon sok pályázaton csángóhímzéssel mutatkoztunk be. Én magam is, meg a csoportom, mivel Debrecenben 3 csoportom van, akik hímzéssel foglalkoznak, és ez nagyon közel került hozzám, ez a hímzésvilág. A tábor jövő héten is folytatódik, amikor többek között a hímzés, valamint a könyvkötészet lesz a középpontban. Köszöntöm a stúdióban vendégeinket, akikkel tegeződni fogunk a beszélgetés során. S név szerint köszöntöm Pál Miklósnét, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnökét, Ament Évát, bútor festőnépi iparművészt, és egy mesterszakács is a vendégünk, név szerint Fodor Mihály. Köszöntelek benneteket itt a stúdióban. A új mesterségek és új programok vannak ezen a héten, mint ahogy elhangzott már a felvezetőben, harmadik hetet tart a tábor. Elhangzottak mesterségek, mi van még ezen kívül? Most gyorsan végig szaladok a termeken. Először is nagyon boldog vagyok, mert minden héten van egy gyermekcsoportunk, és most is egy nagyon népes gyerekcsoport jött össze. Ezentúl vannak fafaragóink, akik az elmúlt évben elkezdett kapumúzeum áttelepítésén dolgoznak, hiszen azt gondolom, hogy a békéscsabaiak jól ismerték a gazdonszálló tövében mellett lévő kapumúzeumot, amit pont 30 évvel ezelőtt kezdtünk el. És hát egy picit sírt a lelkem akkor, amikor megláttam az első kaput, ami ki volt dőlve, és beszőtte mindenféle növényzet. De amikor kiemelték, akkor mégis boldog voltam, mert egy-egy kis részt kellett levágni, és a többi érintetlen volt. Ezt most bevittük, ezt majd elspájzoltuk, és jövőre próbáljuk fölépíteni. Egy német kaput hoztunk rendbe, és pont a mai napon vitték át a Gabona Múzeumhoz, és ott fogják fölállítani, megújulva, megszépülve, megfiatalodva a kapu. Tehát még ez van a táborunkban. És ugye van azért még itt egy bútor festőnépi iparművészünk is, Ament Éva. Ugye mindig nagy fejszébe vágjátok a festői ecseteteket. Mit lehet tudni, hogy idén milyen munkába vágtatok bele? Az 1508 és 1520 között készült Gogánvárai templom mennyezetnek a rekonstrukcióját készítjük el. Az év során már elkészült 20 kazetta ebből, és most további körülbelül 30 kazettával készülünk, amit eredetileg az élő népművészet országos kiállítása szánunk majd 2025 végén. Mit lehet tudni az előzményekről, hogy miért pont ezt ebbe a munkába vágtatok bele?
Egyrészt azért, mert több mint 500 éves a mennyezet, tehát egyfajta főhajtás a nagy elődök előtt, másrészt pedig szakmailag egy óriási kihívás, hiszen a 16. század olyan C-világgal, olyan C-mesterekkel rendelkezett, olyan C-es elvárásokkal, ami példaértékű a mának is. Mindig nagy csodálattal figyeltem ezeket a munkákat, és egy nagyon komoly szakmai tudást véltünk felfedezni ezen, tehát kihívás ezt kivitelezni, és ami eddig még nem fordult elő a festés során, szerintem most mi vagyunk a legcsendesebbek. Pont azért, mert akkor a koncentrációt igényel. Hányan vesztek részt ebben a munkában? 13-an vagyunk velem együtt. És vannak visszatérő alkotók? Természetesen vannak, hiszen ez már egy olyan komoly lélegzetű munka, amire a tapasztaltabb, mondhatjuk haladó, de igazából tényleg a tapasztaltabb bútorfestőket várjuk. És mint minden alkotó embertől szeretem megkérdezni, hogy van-e esetleg kedvenc forma, mint a világod? Ami hozzád közelebb áll valamiért. A templom mennyezeteket kifejezetten szeretem. Ebből mondhatnám azt, hogy mindig az utolsó, de ez így azért nem teljesen igaz. Alapvetően nagyon szeretem Kalotaszeget, éppen a nagyon komoly mívessége miatt. De azért, ha őszinte akarok lenni, akkor én az babaházakat is nagyon szeretem, hiszen festett babaházakat is készítek, parasztházakat, 1-10 arányban, és az egy következő szakmai kihívás. Tehát ezek nagyon jól megférnek egymás mellett. A szakmád, a mesterséget hogyan vált egyébként a szenvedélyeddé? Nem állt olyan nagyon messze az eredeti szakmám, én grafikus vagyok, és a grafikából a bútorfestés csak egy oldalirányú lépés volt, aztán úgy maradtam, és szenvedélyé vált igazából. És egy lágyívű kanyar, és más vizekre elvezünk, ugye a gasztronómia világába, Fodor Mihályhoz fordulok. Most idén másodjára szerveztétek meg a gasztroételek kurzus, de javíts ki kérlek, mert pontos nevet is adtatok ennek a képzésnek. Hányan jelentkeztek idén erre a képzésre? Hát közel 20 fő jelentkezett. Ez a népi ételkészítő tábor, tanfolyam, úgynevezett tanfolyam is lehet akár, mert ez nem egy egyszeri alkalom, nem csak egy tábor idején létrejött csoport találkozó, hanem azért havonta találkoztunk a tanfolyamon résztvevőkkel, ahol havonta egy alkalommal egy közösen megbeszélt étel csoportot, vagy egy nemzetiségi ételt, vagy annak egy környezetéből kiemelt különlegességet elkészítettünk közösen. Mindig fontos volt, hogy megbeszéljük közösen, hogy mire kíváncsiak, mit szeretnének tanulni, milyen tájegységnek az ételeibe nyúljunk egy picit bele, egy picit beszéljünk arról, hogy hogy lehet átalakítani, hogy lehet a hétköznapokba belevinni otthon a családnál esetleg az ételeket, hogy megismerjék, átgondolva egy picikét, mégis a régi ízeket, régi technológiákat átölelve, ezt igyekszünk is, szerintem nagyon szép és jó csoport jött össze, arról nem beszélve, hogy a korosztály az a egészen pici gyermektől szinte talán a 7-8 éves a legkisebb résztvevő, és közel 70 a legidősebb, aki a csoportban részt vesz, és mindenki teljesen kiveszi részét, akár a zöldségpucolásból, vagy a bogrács mellett lévő kavargatástól, kóstolgatás, tálalás, úgyhogy teljesen szuper. És ezen a héten mit lehet elsajátítani? Mi lesz a célkitűzés? Mi a célkitűzés? Hát most a nemzetiségi ételek csoportjai mentünk végig, itt a mai napon például egy cigány ételt készítettünk, egy tyúkos káposztát, amihez különlegességként egy bokoit is készítettünk, ez a cigány kenyér, ez a bodag, amit hagyományosan a zsírral átkentünk megsülés után, és tök jó lett, és nagyon ízlett mindenkinek. Mellé egy eredeti idős tyúkot főztünk, ami soká főtt meg, de hát ez a népi ételkészítés egyik rejtélye, hogy nem lehet azért felkészülni, mint a mai modern technológiák folyamán, hogy mennyi idő szükséges egy étel elkészítésére. Azért az a régebbi ételeknél ez befolyásolja az alapanyag minősége, kora, de hát pont ez a legjobb. És bocsáss meg, belevágok a szabadba, és néhány gondolatot, pontot ki tudnál emelni, hogy a modern ételek és a népi ételek között mi az alapvető különbség? Alapvető különbség, hát a technológiai folyamatok az mind különbség, de viszont egy picit színesítettük a tanfolyamot, a képzést, egy pici modern dolgot belevittünk, egy kis zöldséggyümölcs faragás, egy kicsit színesebb legyen a hallgatóknak a
az ott eltöltött idő, még a bográsba főtt a tyúkunk, addig egy kis sárgalinnyét faragtunk, megismerkedtek az, hogy hogy lehet kicsit átvarázsolni egy egyszerű gyümölcsöt egy picit, pici munkával, egy pici idővel, és akkor ez mind színesítette az időt. Miként választottad ki a szakmádat, miként horgonyoztál le? Hát ez már rég volt, meg nagyon nem volt más választás, amin eldöntöttem, hogy szakás leszek, gasztronómia, és akkor itt megmaradtunk, túl sok opció nem volt. Egyébként a főzés során fontos, egyébként van ilyen, hogy jegyzetelés, vagy a gyakorlat révén tanulják meg a táborozók, hogy most hogy készítik el az adott ételt? Fontos a jegyzetelés, és mindenki odafigyel erre, hogy folyamatosan rögzítünk, fotóznak mindent, bekerül egy közös csoportba, és mindenki frissíti az adott információval, akár egy frissebb fotóval, egy receptleírással, egy átalakítással, ez folyamatosan, és ez mind rögzítése kerül, és ezekhez vissza tudunk később tekinteni, és össze tudjuk hasonlítani. Régebbi tanfolyam alkalommal készítettünk egy hagyományos fahéjas kalácsot, és most napokban volt egy román ünnepi kalács, aminek a receptúráját összehasonlították a hallgatók, és ez tök érdekes, hogy emlékeztek, hogy akár egy évvel ezelőtt készített termék a mostani kalácssal is hasonló, de mégis volt bizonyos eltérés. Én nagyon sokban hasonlított a két kalács, de amikor a román kalácsot megkóstoltam, annyira könnyed volt, hogy a másik hozzá képest, az egy ilyen nehezebb. Igen. Hát nagyon érdekes, hogy hasonló technológiák, majdnem hasonló összetételűek a étkek, és mégis egészen más ízek jönnek létre, ami természetesen annak a nemzetiségnek volt a sajátja. Mivel zárul a tábor a gasztronómia területén? Mi lesz a fő eleme ennek a programnak? Hadd mondjam el, hogy minden tábor, vagy minden csoport arra törekszik, hogy pénteken egy ilyen mini tárlatot hozunk létre, péntek dél 1 óra tájba, és mindenki bemutatja, hogy mit készített. Na most ezt nem tudják megcsinálni a gasztronómiába, bár lehet, hogy le kellett volna fagyasztani bizonyos ételeket, és úgy oda tenni. Azt majd elmondja Misi, hogy ők mivel készülnek, de az nem a hagyományos népi étel, amit egész héten készítettek, mert ezt itt nem tudjuk bemutatni, de minden más csoport. Azt gondolom, hogy a Facebook oldalunkon, aki követ bennünket, láthatja, hogy egy-egy hét után milyen rettenetesen sok, nagyon szép tárgy készül el. Az elmúlt 2 hétben én tényleg csodáltam, hogy lehet egy hét alatt ennyi minden szépséget összehozni. Kemény munkával. Igen, ez biztos. Ez biztos. És akkor bocsáss meg, milyen ételekkel zárul majd a táborotok? Holnapi nap egy tájfelspic fog készülni, ez szép lassan meg fog fűni a marhahúsunk, egy kis húsleves hozzá, egy almamártást készítünk, ezeknek a fortéjait közösen elkészítjük, megtanuljuk, és menet közben már a hét folyamán mi elkezdtünk egy picit elődolgozni, egy kis zöldség-gyümölcs szobrokat készítünk, mindenki saját kezűleg, mindenkinek megmutattam, és ebből egy kisebb kiállítást ki fogunk helyezni, mert hát másképp csak a tyúkcsontot tudtuk volna pénteken felhelyezni a kiállításra, azt nem szerettük volna, és akkor egy picit a saját kis kézügyességét megmutatva egy kis kiállítással készülünk. És a továbbiakban, mivel összetartó közösségről van szó, a továbbiakban is gondolom összejártok így majd. Így van, és... hogy ez valószínűleg havonta egy általában hétköznapi délutáni program szokott lenni, ahol előre megbeszéljük, hogy milyen ütemezésen, milyen típusú ételeken menjünk végig. Volt már terve, hogy egy picit menjünk a modernebb gasztronómia felé is, de mindig találtunk egy olyan régi ételt, amit szeretnénk feldolgozni és elkészíteni közösen. Arra törekszünk, hogy a népi kultúrát próbáljuk meg megőrizni. Ez legyen tárgy, legyen a színpadi programokra, ma már színpadi programokra alkalmazott tánc, vagy éppenséggel ének, de ugyanígy hozzátartozik a gasztronómia is. Viszont az is egy törekvés, hogy próbáljuk meg a múltat tartani, de próbáljunk a múltból olyan tevékenységeket előállítani, olyan tárgyakat előállítani, amelyet a 21. század embere hordhat, használhat, ehet. Tehát elképzelhető, hogy a népi gasztronómiában is vannak olyan gyökerek, amelyeknek a felhasználásával nagyon hasonlít a régire, de mégis egy másfajta ízvilágot, vagy másfajta technológiát hoz. A kézművességben nagyon nagy törekvés
és többek között most vannak gyöngyösök, amit az előbb kihagytam. Ők kalotaszegi gyöngyöket fűznek, és arra törekednek, hogy ne azt a hagyományos kalotaszegi pártát készítsék el, mert ma már ugye senki sem használ pártát, és ez egy óriási nagy munka, de annak a technikáján készítenek olyan ékszereket, legyen ez gyűrű, karkötő, vagy éppenséggel nyaklánc, amelyet bármilyen ruhához föl tudnak használni. És ugye harmadik hét, de 5 hetes a tábor, azaz így még igaz. Jövő hét és azutáni hét. Így van. Milyen szakmák, mesterségek kerülnek még előtérbe? A jövő héten előkerül egy hímzés, most is volt hímzés, csak addig, amíg ezen a héten a csángó kultúrát tanulmányozták, a csángó textileket, a jövő héten az egyházi textileket tanulmányozzák, mint ahogy itt elhangzott a riportban, most elmentünk az Ipoly Arnold népfőiskolára, az a csapat pedig elmegy Debrecenbe, a református kollégiumba, illetve a déli múzeumban, és ott gyűjtenek egyházi textilekről mintákat. Ahogy hazajönnek, ők is elkezdenek tervezni, hiszen minden mindennel összefügg. A 2 év múlva megvalósítandó textiles konferenciának az egyik témaköre, ezt már eldöntötték, még a másikat nem, de lehet, hogy még kitalálnak egy harmadikat is, az egyházi textilek lesznek. Nagyon nagy boldogság volt számunkra, hogy elég sok támogatónk volt a textiles konferenciánál, és a tábor már, vagy hát a konferencia már befejeződött, amikor a tiszántúli református egyház közösségtől kaptunk támogatást. Nyilván azt ott nem tudtuk felhasználni, és erre fogjuk felhasználni, hogy olyan gyűjtőmunkát végezzenek, és tovább tudjuk adni a tudást, amiből majd táplálkozva 2 év múlva textilek lesznek. Ez az egyik, a másik, de még lesz még egy hímző táborunk, az az 5. héten, ott pedig a palóc hímzést fogják tanulmányozni, és ezt azért iktattuk be, mert a Nemzeti Művelődés Intézet által elindított a szakkör programban, ami nagyon sok helyen megvalósul, ott most az új téma a palóc hímzés lesz. És nagyon sokan érkeznek be, hogy egy picit tanulmányozzák a palóc hímzést, hogy könnyebben tudják a filmek ellátottakat elsajátítani és továbbadni. De lesz könyvkötő táborunk is, és amire nagyon boldog vagyok, a Csipke mindig jelen van szinte minden szakága, akár a táboraimban, akár pedig a képzéseinknél, de a Csipke már nagyon régen nem volt ennyire népes, olyannyira, hogy még egy oktatót kellett hozzáhozni a hímzéshez is, mert ott is olyan sokan jöttek össze, hogy nem tud egy oktató 10-12 embernél többet foglalkozni. Illetve úgy tűnik, hogy szeptembertől egy szakképző csoportunk is beindul, szintén Csipke ügyben. Egy picit említettem, hogy örültem annak, hogy a gyerekcsoport minden héten van. Az elején megijedtem, mert nem nagyon jelentkeztek, de kiderült, hogy ugye van napközis tábor 2 iskolában is, Békés Csabán. Viszont az utolsó hétre annyi gyerekünk lett hirtelennyében, hogy abból is 2 csoportot kellett alakítani. Nem tudom, hogy mindent elmondtam-e, lehet, hogy valamit kihagytam, valamelyik szakágat. Minden esetre a következő 2 hétben is nagyon sokan látogatnak el az alkotóházba. És ami boldogság számomra, hogy egyre többen csak úgy simán bejönnek, hogy szétnézhetnek-e, aminek én örülök, és kalauzolom is őket. Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy szabadon látogathatóak ezek a képzések? Így van, mindenkit szeretettel várunk, mindenki bekukkant, mit csinálnak. Egy borzalmas csönd van, ugye majdnem minden csoportnál, mert nagyon koncentrálnak arra, hogy hogyan festenek, vagy a gyöngynél ugye számolják, hogy 1, 2, 3, és akkor jöhet a következő szín. Tehát nagyon csendesek, de ennek ellenére nagyon örülnek annak, hogyha megnézik a munkájukat, és belekukkantanak a tevékenységbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a beszélgetést is. És köszönjük a meghívást. A fafaragókkal folytatjuk, egy kis beszámolót adunk az ő heti munkájukból. 1 alkotók nevét vésik a fakapuba a népművészeti tábor résztvevői. Az 1998-ban készült 6,5 méter széles és több mint 3 méter magas kaput most átgyalulják, a felületét pedig védőbevonattal látják el.
Vatterai kapu, tehát német tájegységről származik, ami érdekessége, hogy cseréppel fedett kapuról beszélünk, tehát nem zsindely, nem fa borítás kap, hanem cseréborítású lesz. Kollégáimmal együtt közel egy hónapja elkezdtük az előmunkálatokat, a beszállítást, a szétszerelést. A Békés megyei Népművészeti Egyesület fafaragó tábora 30 évvel ezelőtt Péterfi László szobrászművész kezdeményezésére indult el. Az ő ötlete volt a Békés Csabai Kapu Múzeum létrehozása is, amely most a Gabona Múzeum területére költözik. 30 év alatt rengeteg ember megfordult, részben Magyarország, részben Erdély, Felvidék, Vajdaság területéről, illetve Kárpátaljáról is volt fafaragónk. Részben a Kapu Múzeumban dolgoztak, részben pedig más dolgokat is készítettek. Többek között egyik évben Szabadkára az 1944-ben meggyilkolt magyar emberek tiszteletére állítottunk föl egy nagyon szép haranglábat. A felújított vatterói kaput is a Gabona Múzeumban állítják majd fel hamarosan. További kulturális híreinkkel folytatjuk. A Gyulai Kohán képtárban a közelmúltban nyílt meg a külhoni alkotó, a világhírű Kepenyes Pál szobrászművész életét bemutató tárlat. A híres alkotó az emigrációban sikeres, de nehéz életutat tudhatott maga mögött. Liska András a kiállítás létrejöttében segítkező Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője elmondta, vannak még köztünk olyan magyar művészek, akiknek személyes tapasztalat az emigráció keserű kenyere. Magyarnak lenni az emigrációban, hogy lehet túlélni ezeket az évtizedeket, ami most már valóban történelmi távlat, tehát igazából jó néhány évtizedes távlatból tudunk erre visszatekinteni. Viszont hál' Istennek vannak olyanok közöttünk, akik a személyes életük kapcsán erről tudnak mesélni, és mint Nádasdy Borbála grófnő könyveket is írt erről, és ezeket a gondolatait meg tudja osztani velünk. A képtárban megrendezett rendhagyó könyvbemutató során gróf Nádasdy Borbála életrajzi ihletésű Maradni Zabad című könyvéről beszélt. Rátkai Erzsébet iparművész közreműködésével azt a gondolatot járták körbe, hogy hogyan tudja a nemzeti identitás tudatát megőrizni egy magyar alkotó külföldi közegben. Személyesen nem ismertem, de a műveit igen természetesen, és nagyon érdekes az, hogy egy ember, aki itt hagyta az országot, a hazáját, sikeres lett külföldön, nagyon is sikeres lett, és én tudom azt, mert magamon is tapasztaltam, hogy ez mindig egy nagyon nagy nehézség volt, hogy az ember nem a saját hazájában lesz sikeres. Az írónő hozzátette, mindannyian vágyunk nyomot hagyni magunk után a világban. A művészeknek akár szobrászok, akár írók pedig kötelességük olyan hitvallást adni a fiatalabb generációk kezébe, ami segítséget jelent majd a nagyvilágban való tájékozódáshoz. Hálaadó szentmisével vette kezdetét a megemlékezés a németvárosi Szent József templomban vasárnap délelőtt. Ezt követően Mittag Mónika, a Gyulai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a megemlékezőket. A Málenki robotra való elhurcolásra emlékeztünk, hiszen Gyuláról 550 civil polgárembert vittek el 1945. január 10-én német származása vagy német neve miatt a Szovjetunió beli lágerekbe, szénbányákba dolgozni. Közülük 64-en nem térhettek haza, viszont a többiek 1948-49-ben hazatértek. A megemlékezésen Görgény Jernő, Gyulaváros polgármestere is részt vett. Ez a veszteség, ez valamennyiünk veszteség, a közösség vesztesége, hiszen gondoljunk bele, hogy ezek az emberek mi értékeket teremthettek volna, hogyha a közösséget szolgálhatták volna, mit adhattak volna családjuknak, szeretteiknek, hogyha erre lehetőségük lett volna, erre emlékezünk, és arra, hogy a többségük viszont hazatért, a hazatérés öröme ez a mai nap, ebből a szempontból pedig ünnep. A megemlékezés végén a hazatértek tiszteletére harangszó csendült fel, majd megkoszorúzták a Máriás ház udvarán található haranglábat.
Gál Csaba önálló zongoraestjét az időjárás miatt az esőhelyszínen a Csaba Gyöngye kaszinó termében tartották meg. A nézőtér megnyitása után hamar megérkeztek a zongoraművész rajongói. Ismerem már egy ideje, barátok vagyunk, egy baráti társaságba járunk, és követem a művészi tevékenységét, mind a zeneiskolában, mind egyébként az egyéni fellépéseken, és nagyon szeretem azt, ahogy zongorázik, azért érkeztem ma este ide. Gál Csaba elmondta, estjén zongoráiratokat hallhatott a közönség, melyek a videó megosztókon gyakran még népszerűbbek is, mint az eredeti dalok. Zongora kísérő, tehát korrepetítor vagyok, és nagyon sok művésszel helyi szinten is, de más, tehát országos szinten és nemzetközi szinten is elismert művészekkel is dolgozok, mint zongora kísérő, tehát mint háttérmuzsikus. Ez a mai egy nagyon érdekes dolog lesz, mert ez egyrészt szóló, a másik pedig az, hogy nem klasszikus, hanem pop és rock és shanzon, és ezeknek lesznek egyfajta zongora átiratai, tehát piano cover, tehát ez egy ilyen zongora átirat, de sokféle hangszeren van. Ez most kivételesen, sőt, most nagyon célirányosan a zongoráé lesz. A művész kifejtette, a zongora képes átadni az eredeti dalok milliójét, energiáját, vagy éppen lehangoltságát. A Sté Klasszik programsorozat július 31-én Berta Jimmy és barátainak koncertjével folytatódik. Ez volt a Művészbejáró. Legközelebb is várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!